az időjós. Mátyás király útra készülődött. Megkérdezte hát udvari csillagászát, milyen idő várható. A csillagász elővette a látcsövét, vizsgálódott valamelyest a leült égen, aztán így szólt. A napsugarainak rezgése, a felhő peremének színe mind azt mutatja, hogy szép idő lesz. A király annyira bízott a csillagászában, hogy még kabátot sem vitt magával, hiába szitt a felesége. Ahogy mentek, egy rétre értek. Azon a réten egy juhász legeltette a nyáját. Mikor a szamár meglátta a díszes kíséretet, hátra csapta a fülét, és harsányan hármat ordított. Mit hirdet a szamarad? Kérdezte tréfásan a király a juhászt. Amikor így ordít, mindig eső lesz, felelte a juhász. Mátyás a csillagászához fordult. Hallod-e, te nagy tudós, most is azt mondod, hogy szép idő lesz? A csillagász megint elővette a látcsövét, vizsgálódott körös körül az ég alján, és így szólt. A levegő remegése, a falevelek csillogása, valamint a barázda billegők billegése mind azt mutatja, hogy szép idő lesz. Óvta a juhász a királyt, forduljon vissza, különben megázik. De a király nem hallgatott rá. Nem haladtak egy fél órát sem, nyakukba zúdult egy kiadós zápor. Mátyás akkora tüsszentett, majd levált az orra. Pedig szép nagy orra volt, kár lett volna érte. Aztán kimondta az ítéletet. A csillagász a szamár, a szamár a csillagász! Meg is vette a szamarat a juhászol, és soha útra nem kelt anélkül, hogy a véleményét az időjárásról meg ne tudakolta volna.